Szervusz, Krisztián! Mi újság van? Fifika! Hello, hello! Hello, hát, hello! Mesélj, mi történt veled? Hú, kérlek, rengeteg millió dolog történt velem. Most nagyon sok minden történt. Össze se tudom szedni. Elmentünk nyaralni, illetve őszölni. E körül forgott most a... Au, 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 jaj! Ez az, amikor úszmacska karom a hátadba. Ajajaj, ez váratlanul ért. Szóval elmentünk nyaralni. És Horvátországban jártunk szeptember közepén, és nagyon baromi jó volt. Kifogtuk, hogy irgalmatlanul jó idő volt, ez egy kis cica volt megint. Nagyon-nagyon jó időnk volt, nagyon-nagyon sokat pihentünk, nagyon sokat úsztunk, nagyon szép dolgokat láttunk. Megnéztük a Krikai Nemzeti Parkban az elképesztő mennyiségű vízesést, és nagyon sok cicával is találkoztunk, és a végén úgy döntöttünk, hogy egyet megmentünk a biztos haláltól, és hazahoztunk egy kis fekete ördögfajzatot, akit időnként lehet hallani, mert most olyan fennforgás van nálunk, és ez is történt velünk, hogy az első számú cicánkat, porcot ugye meg kellett műteni, nőtt a farka tövébe egy nagy daganat, és az állatorvosi egyetemen azt mondták, hogy le kell amputálni, és mi ezt nem szerettük volna, úgyhogy kerestünk másod véleményt, és találtunk is egy remek kisállatsebészetet, ahol a farok röntgenje után azt mondták, hogy ők bevállalják, hogy megpróbálják eltávolítani a farok megtartásával. Ez volt egy hete, pont akkor, miután visszaértünk Horvátországból, és nagyon-nagyon szépen gyógyul a cica farkincája. Tegnap voltunk kontrollon, ugye ezért csúszott egy napot az adás, és jövő héten megyünk megint. Úgyhogy most olyan fennforgások vannak, hogy a hálószobába külön lábadozóba elzárva az egyes számú cica, a kis szobában, ahol a podcast is szokott lenni, elzárva a kis cica, akinek nagyon hülye feje van most éppen, és a többi cicák meg a lakás egyéb részébe, ahol egyébként obzódni szoktak, úgyhogy van némi fennforgás. Hány cicátok van? Szörny. Három cicánk van hivatalosan, mert a negyedik cica, őt úgy mentettük, hogy hívják ezt, ideiglenes örökbefogadók vagyunk, és kerítünk neki egy jó pofa kedves gazdát. Nem kérsz egy aranyos fekete kis cicát? Köszönöm szépen, kettő van nekünk is. És gondunk van, lesz, ha megjönnek a gyerekek. Mert? Hát, nem biztos, hogy jól fogják tolerálni egymást. A gyerekek és a cicák? Igen, igen. Mert? Nem tudom. Tehát még sose volt ilyen, hogy csecsemő és cica volt a házban. Ja, hogy benne van a pakliba, és óvatos próbáltak lenni. Aha. De nem hát tudunk mit tenni. Nem tudunk mit tenni. Tehát gondoltuk, hogy kirakjuk őket az udvarra, de ezek a cicák egyrészt folyamatosan lakásban nőttek föl. Aha. Másrészt meg jön a tél. Tehát se téli bundát nem neveztettek, soha nem voltak még kint, pláne nem télen. Tehát ha ki akarjuk őket szoktatni, akkor azt valószínűleg tavasszal kell. És miért jönnek a gyerekek? Együtt lakik a családnálatok? Igen. Ó. Oh. Tehát így azt tudod, értem, hogy a lányom az most ilyen mindennapos, tehát bármikor nagyapa lehetek, és
ugye ha hazajönnek, akkor probléma lesz a macskákkal. Már is nem probléma van. Nem tudjátok lakáson belül elszeparálni? Hát próbáljuk. Próbáljuk. Tehát már is probléma van. Új bútort vettek, a macska már a bőrkanapét karmolta. Onnan nem tudjátok kizárni őket? Hát oké. Tehát élsz egy lakásba, és kulcsra zárod az ajtót állandóan. Tehát ez se jó. Most már kábelrágásról úgy, ahogy leszoktak, illetve szerintem minden kábelt elrágtak, amit el szerettek volna. Azzal már nincs baj. Hello. Tehát nem tudom, hogy mi lesz a következő sztori. Na, és azon kívül, hogy nyaraltál, oké, Krisztián kilépett a beszélgetésből. Jaj, ez mitől szakadt meg? Nem szegény? Tudom. De nem kapcsoltad ki a rögzítést. Nem, dehogy is, nem. Jó, szerintem volt egy monológ, aminek a végén én kérdeztem, és a kérdés az volt, hogy és mi volt még azon kívül, hogy nyaraltál? Hú, kérlek szépen, azon kívül, hogy nyaraltam, alkotmánybíróság, mindenki visszafogott lélegzettel tűkön ülve várja, hogy az alkotmánybíróság végre átbillentse az adatbázisában azt a mezőt, hogy befogadásra került az alkotmánybírósági panasz, ami ugye a nyilvános helyeken való elektromos cigarettázás tiltását szeretné visszaforgatni. Nagyon-nagyon nem kapkodják el, és igazából azóta már mindegyik másról befutott a hír, hogy mit utasítottak vissza, ezt nem utasították vissza, de direkt visszajelzés még mindig nincsen, úgyhogy még mindig nagyon várunk. Nagyon lelkesen várok én is. Igazából ezek voltak az izgalmak, amik velem történtek. Feléd mi történt, Fifika? Húha! Nekem rettentő sűrű volt az elmúlt, nem is tudom mikor beszéltünk utoljára, 2 hét, 3 hét. 3 hét is volt az. Igen. És hát ugye ami a legfrissebb, az a dortmundi kiállítás. Egyrészt nekem nagyon pozitív csalódás volt. Külön vették az e-cigarettásokat. Tehát most végre Dortmundban is az volt, hogy nem bolyongtál, és akkor egyszer csak egy e-cigistandba ütköztél, hanem hogy így az emeleti részen 3 nagy ilyen terembe, kiállítási terembe voltak az e-cigarettások. Mellettük volt van a kiállításnak egy része, ahol a különböző gépek, illetve az e-cigarettatöltők és a cigarettatöltők, vágók, dohányipari gépek vannak kiállítva. Úgyhogy ebben a 4 csarnokba osztották szét az e-cigarettásokat, és ez így azért látszott is, hogy szóval így látványban is egész más volt az egész kiállítás. Egyébként azt kell, hogy mondjam, valamiféle, nem is tudom minek hívjam, tisztulás látszik az egész piacon. Egy csomó márka, aki eddig önálló kiállítóként volt kint, az most már csak a disztribútorokon keresztül jelent meg. Az azt jelenti, hogy Európában e-cigaretta fronton nagy és erős disztribúciók kezdenek kialakulni, akik a vezető kínai márkákat fogják össze,
és egyre kevesebb lesz az olyan importőr, aki direkt beimportál Kínába. Ennek azért vannak jó oldala is, nyilván európai garanciát kapsz, egy európai disztribútorral állsz kapcsolatba, nem kell Kínával küzdened, csomag oda-vissza, vagy aha, videógarancia, vagy bármilyen vita. Van azt azért egyszerűbben meg tudod oldani. Másrészt a liquid piacon látszik egyfajta profil tisztulás. Abszolút eltűntek a kis keverők, aminek én azért személy szerint annyira nem örülök, de az látszik, hogy nem tudták megugrani ezt az akadályt, amit a TPD regisztráció gördített ezeknek a cégeknek az útjába. Hát ez sajnos várható volt, igen. Tönkre vágja a volt, figyelj, volt egy-két olyan gyártó, akit én kifejezetten kedveltem. Az Indian Vapes volt az egyik ilyen, ők még tavaly kiállítottak, az idén már nem. De a nagyok azért ott voltak, tehát a Vampire Vapes ott volt még külön kiállítóként, hát a Vivo, illetve jelentek meg olyan cégek a piacon, akikkel eddig nem találkoztál. Aha. Gyanítom, hogy valami olyasmi a történet, hogy volt valaki, aki tudott keverni, vagy a piacon volt valamilyen termékkel, és talált valamilyen befektetőt, és egy új brandként összehozták az EU-s regisztrációt. Ami érdekes volt nekem, nem tudom mennyire vagytok tisztában, a legnagyobb kínai gyártó, a Hangzhen, úgy néz ki, hogy kivonul Európából, helyére pedig egyből bejött a Dekang. Tehát ez egy olyan gyors helycserés támadás volt, hogy észre se vettük. Most viszont természetesen a kiállításon ott voltak, és már meg is kerestek minket a romániai szövetségbe, be akarnak lépni. Tehát ezt Romániáról tudni kell, hogy ott van egy... Nem pazarolják az időt. Nem. Ott van egy komoly szakmai szövetség. És Romániában már meg lehetett azt lépni, hogy a cigarettagyártók és a liquid piacon forgalmazók egy szövetségbe kerüljenek. Ez azért fontos, vagy jó. Ez ilyen jó is, és nem igen, is. Igen, tehát, de megvan az az előnye, hogy a lobbyerődet egybe tudott tenni. És miután Romániában nincsenek betiltva az e-cigaretta szakboltok, illetve a dohányforgalmazás is szabad, ezért úgy néz ki, hogyha itt az elektromos cigaretta újra lendületet kap, vagy egy nagyobb lendületet kap, akkor valószínűleg, hogy a dohánydisztribútori hálózatokon keresztül is elkezdődik az e-cigaretta forgalmazás. És az azért nagyságrendekkel több helyre fog eljutni, mint a szaküzletek. Hát szignifikáns különbség az itteni helyzethez képest, azaz is szócska. Igen. Tehát az, hogy a dohányforgalmazó, ja, és azt tudni kell, hogy Romániában a multik nem tudnak forgalmazni. Tehát ez egy nagyon hülye
helyzet, mert hogy az országban nincsenek nagy kiépült strádák, nincsenek jól bedrótozott megyei központok, ezért a kis disztribútorok tudják jól értékesíteni a termékeket. És ezért van az például, hogy az iCost csak interneten keresztül árulják Romániában, mert aha, egyszerűen nincs olyan disztribúciós hálózatuk, amin tudnák terjeszteni. Na, de ez csak egy ilyen pici kitérő a román piacra, és megkereste a Román Szövetséget a Dekang, úgyhogy, ja, és mondták, hogy ők nem értenek egyet a TPD-vel. Mondom, jó reggelt! Halál jó pofák voltak egyébként ezzel a dumával. Viszont elég nagy standjuk volt. Mi sem. Igen. Elég nagy standjuk volt. Én végig kóstoltam a választékukat, előtte is találkoztam már a termékeikkel. Azért olyan nagy reményt nem fűzök az ő piaci sikerükhöz. Meg egyébként azt kell, hogy mondjam, most azért megint végig kóstoltam fél Európa hivatalosan forgalomba lévő likvidjét, hogy tök egyformák. Igen. Igen. Tehát, hogy mindenki ezt a ilyen kevert, semmire nem hasonlító, olyan gyümölcsös, meg nem is, édes, meg nem is, meg olyan kis, nem is tudom, ilyen vörös, gyümölcsös, bogyós, kicsit mentolos, és ebből millió. Tehát annyira meghatározhatatlan likvidekkel van mindenki a piacon, hogy az elképesztő. Tehát mit tudom én, egy jó dohányos íz, vagy egy tiszta gyümölcs íz, az szinte nem volt. Érdekes. De furi, pedig azt gondolná az ember, hogy ezeket azért talán nem a legbonyolultabb. Nyilván jól megcsinálni nem egyszerű egyiket sem, de hogy nem kell 50 dolgot összejönteni és kutyulászni, amíg valami fogyasztható nem jön ki belőle. Hát ez az egyik, a másik, amivel nekem mindig problémám van, hogy mindenféle hihetetlen nevet adnak egy likvidnek. Tele volt a kiállítás a Smoker Store féle kóstolópultokkal, úgyhogy tényleg csak oda kell menned, megnyomod a gombot, és a szádba lövi a gőzt, és ki van rakva a likvid, és nézed, ez mi a tököm? Mi az, hogy mit reggeli napfény? Meg mit tudom én, jóló, éjszakai kábulat, meg fények a Vénuszon, meg nem tudom, egyszer semmi köze nincs az ízéhez. Mondjuk az íznek se a nevéhez, meg úgy egyáltalán. Én is elmentem be az irányba egy picit egyszer. A másik érdekesség, amit így a kiállítás kapcsán meg kell, hogy jegyezzek, hogy az látszik, hogy az eszközpiac full két felé szakadt. Tehát, na, hát van egyszer ez a basszunk be, de jó alaposan, de kurva vastag, hihetetlen zsíros gőzből egy sluk két deci, és ilyen készülék van csak a standon. Tehát amiben egy akkumulátor megy, az már nem készülék. Tudod, két-három aksis, olyan mod, hogy leszakad a kezed, 26 piercinggel kivar gyerek árulja, és hát látszik, hogy oda nem ennyi egy 650-es egóé, mert agyon csapnak, tehát értelmetlen. De ez már a technikai sport része. Ez a 100 méteres likvidre futás, vagy nem tudom mi. És
van a piacnak az a fele, amelyik jó használható, egyszerű, de mégis szerintem egy kezdőnek, vagy egy középhaladónak, bár ezt én hülyeségnek tartom, ezt a besorolást, de egy átlag felhasználónak nagyjából egy jó használható készüléket tud nyújtani. És akkor persze jöhetnek milyen, ezek... Milyen az a középhaladó elcig is? Hát nem tudom. Nem. Tehát én sose szerettem ezt a fajta besorolást, mert én nem tartom magam se ilyen, nem tudom én, a piramis csúcsán lévő csúcsfelhasználónak, mert konkrétan én ezeket a egyből tüdőre kapós, borzasztó, nagy gőzt adó készülékeket nem szeretem. Tehát én azt gondolom, hogy én élvezni akarom az ízeket, és hogyha te élvezni akarod az ízeket, akkor te kis kanállal állsz neki süteményt eszegetni. Ha meg zabálni akarsz, érted, akkor a vasvillával. Tehát nem tudom. Ez egy jó kérdés, mert én igazából nem kedvelem a kis gőzt. De mondjuk nem is cloud chase-elek, de hogy így valahogy sikerült megtalálnom azt az egyensúlyt, ahol mind a kettő megvan. Pont annyi íz, hogy jó legyen. Ugye kibalanszírozza magát ez a végén szerintem magától, mert ugye a nagyobb gőzhöz kénytelen vagy több végét hozzátenni, ha csak nem a vattón akarsz növelni, de ugye én sem azt a sportot űzem. És a végén meg visszavesz annyit az ízéből, hogy lesz gőz belőle, és lesz egy ilyen kellemes érezhető íze is. Igen, csak ez egy olyan játék, amiben nem biztos, hogy érdemes beleállni. Tehát most már nagyon sok embertől hallom, hogy 80-20, hogy ő a 80-20, meg a mondjuk a full végés likvid, az azért még kuriózum, meg inkább az allergiások, azok, akik fogyasztják. De ugye minél több a végé, annál jobban kell beletenni az aromát. És ezt már nagyon sokszor elmondtam, hogy a magas aromarány az nem biztos, hogy jót tesz. De figyelj, egyszer megnézhetnéd valamelyik keverésemet, mert én ilyen 80-20-90-10 környékén vagyok, szintén a PG allergia okán, és 3%-kal aromázom továbbra is. És annyira békésen el vagyok vele, hogy az hihetetlen. Két dolog van, amit én szoktam ajánlani. Az egyik az, hogy ne szapogasd egész nap, tarts szüneteket, mert ez olyan, mint a szaglás. Tudod, hogyha sokáig vagy büdösbe, egy idő után nem érzed. És hogyha sokáig ugyanazt szívod, akkor azt veszed észre, hogy egyre több aroma kell, hogy ugyanúgy érezd az ízeket. Ezért meg kell állni. És nem az aromát kell növelni, mert akkor belekerülsz egy olyan spirálba, amiből nincs... Végén tiszta aromát szívod, és nem érzel belőle semmit. Én konkrétan találkoztam ilyen emberre, aki vette a bekevert PG végét, és vette az aromát, és belenyomta a tankba a PG végét, és hozzányomta az aromát. A tankba. Az egy precíziós. És ha nem tetszett neki, akkor még nyomott egy kis aromát hozzá. Szóval el lehet jutni idáig. És ez egyfajta ízvaksághoz vezet. Na mindegy, én egyébként inkább felhasználási területre osztanám ezt az egész dolgot. Ugye az egyik az a magányos gőzlovag, aki mellett nem lehet megmaradni. Tehát az nem menjen be
kultúrházba, rendezvényre, meg kocsmába, mert 5 perc alatt kikergeti az összes embert, aki ott van. A másik az, amit szolidan lehet használni, tehát nagy gőze van, de azért szolidan lehet használni már közösségbe is. A harmadik az pedig a teljesen olyan készülék, amivel szerintem bárhová beülhetsz, nem tudsz akkora gőzt csinálni, hogy a szomszéd asztalt zavarja. És ebbe kell dönteni, hogy mikor melyiket használod. Hmm. Ez az én véleményem. De persze lehet másnak más. Na, visszatérve a kiállításra. Ja. Cseh likvidgyártókkal beszéltem. Előkerültek a lengyel likvidgyártókkal beszéltem. Érdekes tapasztalatokat adtunk így át egymásnak. Van, aki benn van a magyar piacon is, és ha hiszed, ha nem, de lehet, hogy erről majd később visszatérünk, de ilyen 80-100 ezer palackot adnak el a trafikok a magyar piacon havonta. Az nem is rossz. Lehet, hogy nem rossz, de ugye eddig nem is láttunk bele a magyarországi tényleg nincs viszonyítási forgalmazásba. Alapunk. Tehát igazából nincs viszonyítási alapunk. Majd lesz egy blokk, amikor kitérünk a magyar piacra, és akkor ezt megpróbáljuk kiszámolni, hogy ez a 80-100 ezer palack, ez hány főhasználót jelenthet nagyjából. Ezt mindjárt kiszámolom. Hát jó, tehát egy átlag főhasználó napi 2-3 milliliter. Szerintem, ha nem cloud chaser. Na, és ami még Dortmunddal kapcsolatban érdekes volt, hogy van ez az IQOS, ez a, ugye ez a harmadik utas készüléknek szoktam hívni, ami párologtatja, vagy hevíti, bocsánat, hülyeség, hevíti a dohányt. És gondolkoztam magamban, hogy most már 2 éve a piacon van Európában. Nem hiszem, hogy a kínaiak nem csináltak még hasonló készüléket. És itt sertepeltérek a kiállításon, jobbra nézek, ott van a Bauvay standja. Most a Bauvayről azt kell tudni, ez egy kínai cég, 6 vagy 7 éve csak ilyen fű, meg mit, olajpárologtató, meg vaporizátor készülékekkel foglalkoznak. És akkor így oda megyek a kislányhoz, és kérdezem tőle, hogy IQOS-hoz való készüléketek van-e? És így mondja, hogy hát van, de csak mintadarab. És így lenyúl a pult alá, és elővesz 2, de 2 teljesen különböző készüléket. Az egyik az egy ilyen, nem is tudom, ego kinézetű, a másik meg egy barokmod rendszerű készülék. És mondtam neki, hogy szerzek még 5 bizniszkártyát, mert ugye azt tudni kell, hogy a kínaiak erre hajtanak, hogy a névjegykártyádat megszerezzék, mert utána ezzel nekik bizonyítani kell otthon, hogy hány emberrel beszéltek. Bizniszeltek eleget. Ja, de mondom, ezt a 2 készüléket el akarom vinni. Úgyhogy aztán megegyeztünk ilyen, nem tudom én, 100 euróba elhoztam a 2 készüléket. Úgyhogy lehet, hogy nálam van Európában az első 2 kínai próbálkozás, ami az IQOS-tikkével működik. De azért még van mit csiszolni rajta. Hát amúgy meg
nem tudom, tehát nem volt ez a vape show jellege. Tehát ez egy szakmai kiállítás volt, mindenhol le lehetett ülni, tárgyalni, beszélgetni, kipróbálni a készüléket, és nyilván aztán árlistát kérni, vagy tapogatózni, hogy van-e európai képviseletük, tudunk-e valahonnan rendelni, stb. Stb. Engem mondjuk kifejezetten az érdekelt, hogy Európában milyen áron lehet likvidet forgalmazni, és az eléggé nagy a szórás. Tehát azt képzeld el, hogy van olyan gyártó, aki 180 forintért a küszöbödre teszi. Wow. Wow. Én is ezt mondtam, amikor meghallottam. Mondjuk, mit tudom én... Miből csinálja, és hol van az árvése? Fogalmam sincs, tehát 100 000 darabtól kezd... Ja, és olyan brendet, amilyet mondasz. Tehát hónaptól Christian Liquidet fog gyártani neked, címkézve, dobozolva. Hihetetlen. Ez elég volt. Én végeztem közben a számolással itt egyébként, Excel Power, és tényleg nem annyira jó ez a szám, mint amennyire elsőre. Mint amennyire elsőre hangzik. Igen, 100 000 palackkal számolva, ugye nagyon megkönnyíti a dolgunkat a csodálatos TPD, mert csak 10 ml-es palackkal kell számolni. Az 1 millió milliliter per hónap, 30 napos hónappal számolva, és amit mondtál, egy 2 milliliteres átlagfogyasztóval számolva, az 16.666 darab elektromos cigaretta a használó. Ha durvítunk, és azt mondjuk, hogy 5 millilitert szívnak, akkor az meg 6.666 felhasználó. De nyilván az átlag, én szívok 5 millilitert most így, hogy dolgozom, és kijárok elcigizni, és nem itthon a monitor előtt üldögélek, és gőzölök egész nap. Tényleg ezt nem is tudom, hogy mondtam-e, hogy ja, azt hiszem meséltem. 15 milliliterről visszaestem ilyen napi 5 milliliterre. Az szép. És hát és pont ugyanolyan jól el vagyok. 2 milliliterrel számolva, ez 16.666 felhasználó. Az nem sok. Hát az nem. Mondjuk persze ebben nincsenek benne egyrészt a fekete piacról beszerzők, meg a külföldről, bár gyakorlatilag ez egy és ugyanaz beszerzők. Ezek az old school elcigisek leginkább, vagy akinek van az ismeretségi körében old school elcigis, meg a do it yourself figurák, mint én sem. De nyilván ez az utóbbi az valószínűleg a bőven a kisebbség, az előbbi meg nem tudom igazából. Na jó, akkor kezdjünk el számolgatni. Tehát mi azt tippeltük, hogy olyan 200 000 e-cigarettás lehet az országban. Még annak idején. Igen. Szerintem ez egyébként nőtt. Tehát ez a 200 000, amit így satszoltunk, az valószínű nőtt, vagy fölnőtt erre a szintre. De számoljunk 200 000-re. A 200 000-ből most... Ha jól számolunk, akkor mennyi? 60 000-et látunk? Hol látunk 60 000-et? Ez a szám, amit mondtam? Jaj, elment a hangod. Oké. Tehát, te hallasz engem ilyenkor? Igen, igen. Tehát 60 000-et látunk. De melyik 60 000-re gondolsz? Hát amit kiszámoltunk itt a 80 000. Az 100 000 palackkal számoltam, és 2 milliliterre, és az 16.600. Tehát jó, kerekítsünk, legyen 20 000. Nem 60 000. Ja, bocsánat, akkor ennyi. És mennyi lehet a do it yourself? Én nem tudom, de van erre egy ötletem nekem. Népesebb csoportokba kéne megint majd egy ilyen gyors felmérést csinálni jövő hétre,
és pár száz válaszadó esetén egy ilyen viszonylag jó arányjal kijöhet az, hogy ki az, aki dohányboltból vásárol, ki az, aki kever, és ki az, aki megoldja okosba. Én több problémát látok egyébként. Tehát a jövedéki az biztos, hogy visszavetette a likvid forgalmat a trafikokba is. Hát tuti, ma borzalmasan drága lett. Bár azt mondják a trafikosok, hogy az a vásárló, aki tőlük vásárol, az hihetetlen módon árérzékeny. Tehát a legolcsóbb likvidet fogja megvenni, és ezt mondjuk nem is biztos, hogy mindig a felhasználó. Tehát most olyan 1300 és 1600 forint között lehet likvidet venni trafikba, és a trafikosok viszont a legolcsóbbat vásárolják. Tehát nyilván. Hát de ez abszolút, tehát nekem ez nem, hogy mondjam, nem egy nyilvánvaló kategória. Tehát dohányárukból is van olcsóbb, meg drágább. Tehát miért nem vesz a drágábból is? Hát mert az meg mennyibe kerüljön, 2-3 ezer forintba? Nem, hát én most a végfelhasználójárakat mondtam. Tehát ja, ilyen 1300-1600. Tehát érted, 300 forint különbség van mondjuk a legolcsóbb meg a legdrágább között. Akkor miért kell a legolcsóbbat tartani? 1600-1600-asokból? Miért nem tart legalább egy drágábbat? Hát, ha azt is elviszik. Azért nem értik a piacot, meg nem is tudják, hogy mi az, hogy likvid. Tehát én itt azért borzasztó nagy réseket látok tátongani a trafikos eladók képzettségében. Ugye ez az egyik meglátásom. A másik, hogy valami brutális méretet öltött a fekete piac. Tehát én még ilyet nem láttam, még a boldog békeidőben se, hogy jön velem szembe egy Facebookos hirdetés, már hogy nem fizetett Facebookos hirdetés, hanem hogy hirdeti magát valaki valamelyik csoportba, és ez az utóbbi két hétben ez a kedvenc mondatom. Bármilyen íz, bármilyen erősségben. És ez tehát nem ilyen hütyi-mütyi pista, hanem a saját nevével, saját adatlapjával. Mondjuk, hogy ez mennyire valós, ezt nyilván nem tudjuk. De hogy így. És akkor ilyen kis fehér kézzel írott címkés üvegek. Vagy üvegcsék, vagy nem is üveg, hanem valami ilyen PTFE, vagy a tököm tudja, milyen palack. Én nem tudom, meddig fog ez el egy pillanatra, vagy ne is gondolkozunk el, hanem hogy így szálljunk magunkba egy pillanatra, hogy ne felejtsük el azt, annyira könnyen kimosva ez a néhány év az ember fejéből, hogy mi volt itt a magyar szabályozás és a TPD előtt, hogy az akkori fejlődés, az akkori választék, az akkori lehetőségek a mostanihoz képest, és túl könnyű megszokni ezt a rosszat, ami most van, ne feledjük el, hogy mi volt 2 évvel ezelőtt, 2,5 évvel ezelőtt. Iszonyú. Tehát ilyet nem láttál benne a Facebook csoportokba, vagy még a fórumon se. Tehát hát egész egyszerűen nem volt rá szükség. Igen. Teljesen megfizethető áron, jó választékból tudott válogatni a fogyasztó. Nem, voltak ilyenek, hébe-hóba egy-két ilyen fura figura feltűnt, de igazából csak jó nevet kért rajta mindenki, és ennyi volt. De most ezek komoly ellátók lettek belőlük, hihetetlen. De érted, hogy engem két irányból is presszíroz
a dolog. Ugye egyrészt gyártóként, másrészt egyesületként egy jövedéki adócsal. Tehát akárki, akármit gondol erről az egész szabályozásról, nyilván nekünk is megvan a véleményünk, azt gondolom, hogy próbáltunk tenni ellene, amit csak bírtunk, de kijött egy jogszabály. Jövedéki adócsalást követel az, aki ma Magyarországon feketén akárhogy árul, vesz, forgalmaz nikotinos likvidet. És olyan, mintha nem éreznék az emberek ennek a súlyát. Tehát ez ugyanaz, mintha cigarettát csempésznél. Ugyanaz a büntetőtétel, ugyanaz lesz a kiszabható évek és pénzek száma. És a jó Isten őrzött meg eddig minket attól, hogy bárkit a közösségből elkezdjen vegzálni a NAV. De biztos lehet benne mindenki, hogyha ez így fog folytatódni, előbb-utóbb a nagy disztribútorok elkezdik felszámolni ezeket a tűzfészkeket. És akkor az marhára fog fájni. Ja, bocsánat. Emlékszel, hogy milyen vehemenciával vetették a hatóságok a teljesen legálisan működő e-cigi boltokra magukat 2012-ben? Hogyne. Egy borzalmas volt. És azok full legálisak voltak. Egyébként a hatóságok most is kellő figyelemmel ellenőriznek. Tehát ugye van az ogyei. Az ogyei az egy aránylag kalandos sztori. Először megcsinálod az uniós regisztrációt, utána leküzdöd az ogyeit, és az ogyei után itt a következő hatóság, tehát én már tényleg csak sírni tudok ezeken a történeteken. Tehát jön a következő hatóság, amelyik a biztonsági adatlapokat kezdi el ellenőrizni. Ugyanis... Ja, az, akiket meséltél, hogy boltról boltra járnak, és elkérik a papírokat. Igen, igen, ugyanis ha ma Magyarországon csinálsz bármilyen keveréket, háromféle anyagot összekeversz, babakrém, nem tudom én, gépkocsi olajzó, likvid, akkor ennek kell, hogy legyen egy biztonsági adatlapja. A benne lévő anyagok, veszélyes anyagok, azok kell, hogy szerepeljenek ezen a biztonsági adatlapon, és ezekre kell egy CLP által meghatározott címkézés. Ami azt jelenti, hogy bizonyos elemeket meg kell jelenítened a dobozon és a termék címkéjén. És ha nincs ez a biztonsági adatlapod, akkor szarrá fognak büntetni. Mondjuk ez az ellenőrző hatóság most a mi esetünkben, ha jól tudom, az ANTS, már se tudom, hogy így hívják-e őket, és rettentő konstruktívan állnak hozzá, tehát nem büntetnek, hanem bekérnek, vagy behívatnak, és megmondják, hogy milyen hibákat találtak a biztonsági adatlapodon, vagy a termékeden, vagy akármi. Tehát a maximálisan jó indulatúak. De hogy még egy hatóság, és még biztos vagyok benne, hogy valahol lapul a sarokba kettő ilyen hatóság, aki még bele tud szólni a magyar likvid forgalmazásba. Jó, Istenem. És tudod, és ilyenkor nyílik ki a bicska a zsebedbe, hogy a kurva életbe, érted, engem lehet baszogatni, meg
mindenféle eljárás alá vonni. A Kuka Gézát, érted, aki meg otthon a nagyanyja fazekába keveri a likvidet, az meg csak röhög rajtad. Kicsit olyan kezd lenni, mint egy mixált regény. Nem is tudom, hogy sírjak, nevessek, viccesnek találjam ezt a történetet, vagy mi. És amúgy meg az egész e-cigarettás fogyasztói társadalom azt gondolja, nem mindenki nyilván, mert akinek van esze, az fölfogja, de van egy csomó ilyen izomból véper, aki meg azt mondja, hogy jó, a Pista az milyen fasz a gyerek, mert ellenáll, meg izé, meg nem tudom, úristen, mondom, tehát komolyan gondoljátok, hogy azt se tudod, hogy mit szívsz. Tehát az rendben van, hogy a Pista, de a Pista biztos jót kever, biztos jót kever. Hát oké. Láttam én már keverőt olyan helyen, érted, hogy WC mellett, meg tudom én, kutyaszőrbe, meg akármibe. Hát azért álljunk már meg egy pillanatra. Na, mindegy. Nem tudhatod, hogy milyen mikroklíma van ott a WC mellett, Fifika. Lehet, hogy ettől lesz az ideális összeérés. De nyilván viccet félretéve. Igen, amikor összeér a fekáliával, az marha jó lesz. 260 fokon úgy is elég, nem? Igen. Igen, egyrészt meg nekem a kedvencem még mindig a Bolero italporból kevert likvid, az szenzációs lehet. Tehát az... Micsoda? Hát, Krisztián, 2 évvel ezelőtt kezembe akadt egy ilyen, nem is tudom, te krumpli nyomdával nyomtatott címkével rendelkező 30 millis kiszerelésű likvid, és mondták, hogy kóstoljam meg, mert milyen kurva jó. És azt hittem, csak az üveg a homályos. Aztán amikor így kitöltöttem a tankba, akkor láttam, hogy nem, maga a likvid ilyen hihetetlenül homályos. És valaki is súgott, hogy te figyelj ezt, tehát még egyszer, lassan mondom, hogy megértsed. Bolero italporból keverték. Jézus Isten. És vitték, mint a cukrot. Jézus. Csodák vannak, nem, mindig. Szó se jutok. Jaj, szóhoz nem jutok, de mindjárt üvöltök. A kis cica megint ráugrott a hátamra 20 karommal. És megint elnézést. Na gyere ide, vacak. Gyere ide, beszéljük ezt meg. Úgyhogy én mindenkit azért arra kérek, hogy és a feketékezőket is, hogy gondolják egy picit át magukba ezt a történetet, és ha ebből valakinek problémája lesz, az ne utána jöjjön azzal, hogy ő nem tudott semmiről. Én ezt úgy fogalmaznám meg, hogy ésszel legyetek hülyék. Azért is mondtam neked ezt a számot, mert ahogy ezt mi most kiszámoltuk, senki ne gondolja azt, hogy nem fogják kiszámolni mások is. És nem keresik elkezdeni a hiányt a piacon. És ha erre komolyan rászállnak, gyerekek, itt lesz minden. És egy szavunk nem lehet. Hát ez nagyon durván kevés. De akkor itt is felkérek mindenkit, hogy nézze majd akkor a szokásos Facebook csoportokat, ahol szokott lenni, és a kis
kérdőívünkre bökjön majd rá, és adja meg azt a választ anonim módon, hogy dohányboltban vásárol, avagy kever, vagy megoldja okosba a likvid beszerzését, mert most már végképp nagyon fölkeltetted az érdeklődésemet, Fifika, hogy vajon milyen mennyiségű leves folyhat el úgy, hogy senki nem tud róla. Igen, ez mindenféleképpen izgatni fogja mindenkinek a fantáziáját. Azért is hoztam föl most témában, mert még időben tudjunk szólni. Mint ahogy időben szólnak nekünk mindig, hogy milyen szart szívunk. Igen. Most így a szó is belém szakadt hirtelen, mert így végigfutott rajtam az élmény. Ez mostanában volt, valamelyik Facebook csoportban indult el a beszélgetés, valaki felvetette, hogy a hol máshol a Korányiban járt, ahol egy tüdőgyógyász szakorvossal beszélt, és a tüdőgyógyász szakorvos, aki már csak-csak ért hozzá, ha már tüdőgyógyász szakorvos, azt mondta, hogy biztos, hogy az elektromos cigarettázás kevésbé egészségkárosító, mint a dohányzás, ha mértékkel csináljuk, mert ha nem mértékkel csináljuk, akkor megégeti a hörgőket a forró gőz, amit leszívunk. És én itt bennem így megállt az ütő, mert azt hittem, hogy ez a blőd butaság, ez így, ami évekkel ezelőtt ment a bulvár médiában, meg az okosok szájából, ez az elképesztő sületlenség, hogy ez így azóta már csak-csak talán eltemetődött, és többet nem bugyborékol föl, de most jön egy tüdőgyógyász szakorvos, és elcigiző embereket ijeszget ezzel az őrülettel, akik... Nem tudom, hogy hol voltak ebben az országban az elmúlt 5 évben, de hogy még mindig hisznek egy korányis tüdőgyógyásznak ilyen kérdésben, mert ő biztos tudja. Megdöbbentem. Én nem gondolom egyébként, hogy ez a korányis tüdőgyógyásznak a hibája. Hát... Lehet így is nézni, meg lehet úgy is nézni, Fifika. Ha azt vesszük, hogy egy tüdőgyógyász szakorvosról van szó, aki véleményt formál, és véleményt ad át, tanácsot ad, és okít mindenféle hozzá betérő pácienseket, én azt mondanám, hogy akkor ezt a dolgot, mint az orvoslást úgy általában, felelősségteljesen felkészülten kellene csinálni, és nem bulvár hülyeségek alapján kialakítani a véleményét. Persze nyilvánvalóan tudjuk, hogy a pletykák szerint ki volt adva, hogy még mindig ki van-e adva az ukáz, azt nem tudom, de hogy nevével senki nem vállalja a valódi tudományos tények megemlítését, hogy a dohányzás ártalom csökkentés, és a többi, az igenis jobb, mint a dohányzás. Sőt, a dohányosok számára kimondottan preferált, hogyha másképp nem megy, akkor nyugodtan adjon neki egy esélyt. A másik fele meg az, hogy tényleg ebben az egészségügyben aztán már végképp szellemileg leárnyékolt országban mennyire van lehetősége, hogy tájékozódjon. De én azt hiszem, hogy ha te, mint Ficsor Zoltán, és én, mint Pifkó Krisztián, teljesen hétköznapi halandóként meg tudjuk tenni azt, hogy tájékozottak legyünk, akkor meg kéne, hogy tudja tenni, vagy meg kéne, hogy nem tudom kimondani ezt a mondatot. Meg kéne, hogy tudja tenni ugyanezt egy tüdőgyógyász szakorvos is, aki már a végzettsége, már a betöltött pozíciója kapcsán egy olyan helyzetben van, hogy alapvetően bizalommal fordulnak hozzá az emberek. És ez szerintem ennek a jó kis orvos-beteg bizalom viszonynak olyan szintű felelőtlen megszegése, a hülyeségek terjesztése, pláne egy ilyen kérdésben, hogy valaki dohányozzon-e inkább, vagy elektromos cigarettázon, hogy ez észbontó. De értem egyébként, hogy mire gondolsz ezzel kapcsolatban, de akkor is bassz meg, egy orvosról van szó. Oké, csak tüdőgyógyász körökben az e-cigaretta nem népszerű. Ezt tudjuk. Tehát nem csak Magyarországon, úgy amblokk a világba. Ugye egyrészt egyfajta szakmai sértettség van bennük,
mert ők ránézésre tudják dönteni, hogyha te beszívsz valamit, ami nem is tudom, életidegen a számukra, akkor az csak szar lehet. És ők ebből indulnak ki. És azt gondolják, hogy ha ezt mondják, akkor nagyon nem lőnek mellé. Amiben van némi igazság, tehát én még a logikájukat is meg tudom érteni, csak soha nem teszik a mérleg másik serpenyőjébe a cigarettát. Mert ha viszonyítási alapjuk ez lenne, akkor nyilván másként nyilatkoznának meg. De hát inkább a Champix, érted, mint az elektromos cigaretta. Valaki azt hiszem, hogy javasolta is nekünk ezt témának, de engedtesség. Egyrészt beszéltünk tényleg, róla elég sokat. Másrészt pedig egy későbbi adásban azért föl szeretnénk dolgozni egyfajta ilyen körképet a leszoktatás segítő eszközök, köztük az elektromos cigaretta és a gyógyszer ipar különböző nem is tudom, készítményei, illetve a nikotin hatásait, így ezt a háromast összevetve körüljárni egy picit a témát. Külön-külön már mindegyikről beszéltünk, de jó lenne egyszer egy ilyen egy tömbbe megtenni ezt. Illetve most már lassan azt gondolom, hogy az aromákat is ide lehetne sorolni. Most már egyre több olyan kutatás jelenik meg, amely az aroma oldaláról is vizsgálja ezt az egész történetet. Én azt látom egyébként, hogy így végig fognak menni az összes összetevőn. Tehát ugye most a nikotin lett a nagy mumus, és gyanítom, hogy a következő mumus hadjárat az aroma lesz. Illetve már most is részszint ezzel van a probléma. Hát arra számíthatunk, hogy békén nem azt fognak pedig minket. Azt tuti. Amíg a leszoktatóiparnak van egy kis pénze, és a kis évtizedek óta összebútorozott kis, hogy hívják ezt, kézkezetmos típusú összefonódások a leszoktató szolgáltatóiparban, legyen az állami vagy magán, addig nem hagynak minket békén. De igazából, nem tudom, megint ki akar belőlem törni az over-optimista bigyó, hogy most annyira hülyét csináltak magukból, és most már tényleg a rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok fényében gyakorlatilag már ne, a legjobban akkor járnak, hogyha nem mondanak semmit, mert csak hülyeséget tudnak mondani. De persze a közvélemény még mindig nem kellőképpen tájékozott. Úgyhogy a bulvár médiával megtámogatva teljesen vidáman el tudják még tolni ezt a biciklit egy darabig. Van egy hallgatói kérdésünk. Privátba írt nekem László, aki a neve elhallgatását kérte. Legközelebb először olvasd végig. Jó, hát Lászlóból rengeteg van. Az igaz. És László a likvid keverés rejtelmeire szeretett volna válaszokat kapni. Egyrészt... mennyi adásunk foglalkozott ezzel a kérdéssel. Igen. De ő konkrétan kérdezett egy-két érdekes dolgot. Hát, kedves László, az, hogy melyik aroma mit tud majd a likvidbe, azt elég nehéz megjósolni. Általában a normálisabb aromagyártók ráírják a javasolt keverési arányt.
Én megmondom őszintén, az első blikre azt szoktam csinálni, nyilván ez már ilyen berögződött az embernél, hogy cseppentek egy cseppet a kezemre, szétdörzsölöm, kicsit megszellőztetem, utána megszaglászom, de ez rossz ötlet. Tehát ebből nem fogod tudni, hogy ez az aroma mire képes. Tehát, hogy milyen illata, íze, milyen felharmonikusai vannak. Nem fogja kibontani magát a bőre dörzsölve. De így első megközelítésnek mondjuk jó, mert el tudod dönteni, hogy büdös vagy nem. A legautentikusabb, és most minden ilyen aroma huszár figyeljen, a legautentikusabb az, hogyha egy 20-25 Celsius fokos, max 30 Celsius fokos vízbe fogsz egy poharat, kinyitod a meleg vízcsapot, amikor érzed, hogy a kezedtől egy picit melegebb a víz, nem forró, akkor beleengeded ebbe a kis két decis pohárba egy decit, és abba belecsöppentesz az aromából 4-5 cseppet. Összekevered, és mint a jó bort. Sőt, hogyha megteheted, akkor inkább egy ilyen öblös, szűkülőszájú boros palacba tedd meg ezt. Kevergeted, megszagolgatod, és még ott meg is kóstolhatod. És vízben fogja megmutatni ez az aroma, hogy mire képes, milyen finomságai vannak az ízének. Soha nem lesz a likvidben annyira exakt és összetett, mint amilyen egy pohár langyos vízben, de nagyjából azt fogja hozni, mint amit ott érzel. Következtetni lehet belőle. Igen. Ez nekem már egy ilyen elég régóta bevált módszer, és soha nem csalódtam benne. Tehát a vízbe mindig kijött minden apró finomsága egy aromának, ami aztán lehet, hogy egy 70-30-as VGPG-be már nem egészen ugyanazt hozta, de legalább tudtad, hogy hova kell törekedni. Úgyhogy... Micsoda trükk, erről még sosem hallottam. Hát ezt próbáld ki. Aromád van, vized van, csöppents bele, nézd meg. Én ezt átugrottam, basszus, pedig ez jó pofa lett volna, most már ismerem az aromáimat, mint a tenyerem. Nem. Hidd el, Krisztián, hogy csak a móka kedvéért. De a következő adásban számolj be róla, hogy vajon tényleg ismered-e úgy az aromáidat, mint a tenyeredet. Oké, ez izgalmas, egy jó dohányossal, nem is egy dohányossal valami. Bármilyen ízzel. Megteheted. És a másik, hogyha kitalálsz magadnak valami ízt, ugyanígy megkeverheted vízben. És nem fog csalódást okozni a likvid, illetve nem kell kiönteni több liter szarú megkevert cuccot, mert a vízben a 2-3 csepp az teljesen jól működik, és utána majd a százalékos arányt ezt kitalálod, hogy a likvidbe mennyi, nyilván mindig több, mint a vízben. Még erre is lehet mondani egyfajta ilyen ökölszabályt, hogy ami a vízben kellemes cseppszám volt, annak a 3-szoros, a 4-szerese lesz jó a likvidbe.
Ugyanannyi leveset? Szerintem holnap Magyarországon nagyon sok ilyen likviddel ízesített víz végzi a lefolyóba. De tényleg ezzel lehet a leggyorsabban és a legexaktabban kitalálni azt, hogyha te egy, mit tudom én, egy sherry vaníliát akarsz keverni, mennyi vanília, mennyi sherry legyen benne. Mi az, ami finom. Egyébként mondani fogom, hogy a vízben minden finom. Tehát ott a legfinomabbat kell megtalálni, az lesz a legjobb a likvidbe. Na, hát ennyi szakmai titok után azért egyszer csinálok már egy videót a keverésről, mert már annyiszor főbosszantottam magam minden ilyen keverős videón. Vegyél egy fecskendőt, és akkor ebből főszívsz ennyit, abból annyit, és 10 milliket kevergetsz. Baromság. Tehát 100 milli alatt hozzá se fogja. Szerintem az a... Királyság. Hát figyelj, 10 millit nem lehet konstansan ugyanúgy keverni. De még 30 millit se. Tehát a 100 milli az a... Túl durvák a léptékek. Az persze. A legkisebb mennyiség, amit majd mindig ugyanúgy meg tudsz keverni. Ennyi. Egyébként úgyis a mindenféle tiltakozásom ellenére a mezőgazdasági boltba veszik az alapot. Azoknak meg úgyis mindegy. Na, hát kedves hallgatóink, ennyi lett volna már a technika és a tudomány újdonságaiból. Nem szeretnénk túl hosszúra nyúlni Krisztián barátommal, mert azt gondoljuk, hogy a tömör, de lényegre törő információ az, ami hasznos. Majdnem elfelejtettem. Megnéztem az új Star Trek-et. Ezt akartam kérdezni, csak nem tudtam, hogy hogyan kössem át. Na de jó, hogy szóba hoztad. Most úgy csináltam, mint hogy te. Tetszett? Majdnem elfelejtettem. Én is megnéztem mind a kettőt. Mi a véleményed róla? Nálunk benne nagy vitákat generált. Egy. Kibaltázott látványos. Kettő. Hihetetlenül jók a díszletek és a látványvilág. Tehát ez szerintem üti a mozifilmet. Azt a szintet hozza. A maszkmesterek is, mindenki nagyon jó. Ami nekem picit furcsa volt, mintha így kezdenék újraértelmezni az egész Star Trek univerzumot. Tehát, hogy ezek a klingonok már nem azok a klingonok, vagy nem tudom. Kicsit furcsa volt. Ami nekem dicséretes volt, hogy visszahozták a flare effektet. Azt nem tudom, mennyire tudod a sztorit, de hogy ezt a flare effektet az első részben Orbaszájba használták. És azt hiszem a harmadik részben már megtiltották, hogy legyen ilyen a filmben. De nekem tetszik. Tetszik. Szóval nekem tetszett. Te hogy voltál? Nekem is tetszik. Nekem ami fura volt, nekem is a klingonok, hogy ezek még egy ilyen Worf hadnagy után, egy Worf hadnagy homloka és fejberendezése után ezek a klingonok, ezek ilyen kik ezek a giliszta fejű lények? Egy kicsit ilyen furin éreztem magam, de majd biztos megszokom idővel. A másik meg, hogy átvette ez a sorozat is a rebootolt mozifilmekre jellemző pörgősséget, hogy nincs az a dagályosság, nincs az a lassú bevezetésű, lassan fölépített valami, ahol pont egy kollégámmal beszélgettem, és mondta, hogy a párja az így azt várta, hogy hát majd az első két részben így szépen összeverbuálódik egy csapat, fél órát dekolnak valami dogban, az űrben, stb. Ehhez képest nagyon nem, nagyon felpörgették. De nekem fölkeltette a kíváncsiságomat, szerintem klassz lesz, és hát már időtlen idők óta nem volt élőszereplős Star Trek sorozat, úgyhogy nagyon ideje volt.
Meg hát azért tényleg változtak a módik, változott sok minden, ráfér egy kis vérfrissítés. Reménykedem benne, hogy nagyon jó lesz, eddig nekem tetszett. És a végén tudod, volt egyfajta ilyen előremutató intro, hogy mi várható. Szerintem az, amit én nem láttam. Teljesen láttam, olyan fordulatot vesz az egész, amire nem számítasz. Tehát, hogy most ezt a nőt életfogytiglanra ítélték, és róla fog szólni a film, Jézusom. Egy Star Trek börtönsorozat. Nagyon. Star Trek az Orange is the New Black-kel keresztezve. Nagyon-nagyon durva. És azt gondolom, hogy már nagyon ráfért a Star Trek univerzumra egy ilyen pörgősség. Már mindaz mellett én élveztem a lassú Star Trek sorozatoknak ezt a fajta erkölcsi és mindenféle tudományos rejtvényeket föladó milliójét. Hát eljutottunk ide. Tudod, mi az érdekes? Hogy ahhoz képest, hogy fölpörgették igazándiból az eseményeket, és nagyon masszívan zajlanak, hogy mégis megtartották a csillagflottának azt a gúzsba kötöttségét, nehezen reagálóságát, ami a régiekre jellemző volt, hogy az elsődleges direktíva az annyira megköti őket, meg minden ez a mi vagyunk a jó fiúk, és nem lövünk először, hogy ezt a fajta vívódást és nehézkességet és kötöttséget, ezt valahogy mégis áthozza, annak ellenére, hogy jobbról-balról jön minden megállás nélkül. Ez most kristályosodott így ki bennem ez a meglátás. Igen, de ugye azért ha megfigyeled a Star Trek-et, azért mindig a rendbontókról szólt. Igen, az tehát igaz. Azért kell a Star Trekbe ez a fajta keményvonalas, megkötött katonásdi, hogy aztán legyen, aki átlépi a szabályokat, és ettől lesz jó. Mi meg attól leszünk jók, hogy elbúcsúzunk tőletek, drága hallgatóink. A gőz legyen veletek. A következő részben már be fogok számolni az új Dwarf RTA-val szerzett tapasztalataimról. Ho-ho. Ami, mint tudjátok, nem lesz a kedvenc kazánom, de lehet, hogy szeretni fogom. Egy élmény volt veletek. Sziasztok! Igen, ez lett volna a kétütemű párasító podcast adása. Köszönjük szépen, sziasztok!